1967-ben kaptam a megbízást, akkor terveztem, akkor nem fogadták el, és most 2005 áprilisában csinálhatom, kezdhetem el csinálni. Itt a Várbazári műteremben. Akkor ez. Ez a te találmányod, ez a kötés? Hát azt én tekertem rá, igen. Hát ilyen vékonyat, és ezzel dolgozni nehéz. És ezeket a vékonyakat hol használod? Hol használom? Hát ilyen munkánál, hát finom plasztikánál, éremnél kis plasztikánál. Hát nyilván nem egy kétméteres szobornál. Uh-huh. De látod, ez minden évébe, mi minden helyre be tud férni. És ez odailleszkedik bármihez. Dolgoztam hajógyárba, és tulajdonképp ott ismertem meg a szerszámokat. Az volt a, hogy mondjam, az előképzésem a szobrászatra. Más nem. A szerszámok ismerete és használata, ez a lényege. A gimnáziumi műveltséggel semmire se lehet menni. Háború volt, mikor fiatal voltam, iskolába jártam, és kilátástalan volt az, hogy én tengerész lehessek. És gondoltam, a legigazibb dolog az, hogyha szobrász leszek. De hogy milyen példára, azt nem tudom, mert nem volt a családban egyetlen képzőművész se. A tapasztalataim azok a porcelánboltokból, a fölállított emlékművekből, meg ilyesmiből, meg esetleg amit egy-két lakásban láttam, de arra nem is, pontosan arra nem is emlékszem tárgyszerűen. Valamiért elkezdtem mintázni még első elemista koromban, és akkor nagyon nagy sikereim voltak, azt hiszem, Celdömölkkel. És ott a falu végén, vagy a város szélén laktunk, és mégis ott sokan látták, hogy én szarvast mintázok, meg farkast, meg ilyen állatokat. De hogy én azt honnan szedtem, azt nem tudom. Később csináltam is szarvas és farkast, mint partizán emlékművet. Valahonnan kaptam úgynevezett gyurmát, ami tulajdonképpen plasztelin. Bár lehet, hogy nem a finom plasztelinnek megfelelő anyag. Most is más a kisgyerek gyurma, mint a szobrászok plasztelinje. És abból csináltam. Aztán felfedeztem az anyagot is később. Meg a vízparton a folyó oldalát, az agyagos folyó oldalát.
Volt, hogy nagy domborműveket faragtam a vízpartba, ahol agyagos volt a part. És nagyjából függőleges. És nagy, sokkalakos domborműveket faragtam. És el voltam nagyon szontyolodva, amikor megáradt a víz, ott az egészet elmosta. Hát nem is tudtam, hogy van szobrászat. Hát nem, ilyesmiről nem volt szó nálunk. Apámnak sose volt semmilyen megjegyzése ilyen irányba. Anyám meg azt szerette volna, hogy vagy legyek református pap, vagy tanár. Hát én tiltakoztam mindegyik ellen, mert tengerész akartam lenni. December-január táján jártam fönt a Nemzeti Galériában. Egy Vasilescu gyűjteménynek volt a bemutatása, és az egyik teremben, a teremnek a túlsó sarkán volt ez a szobor. Mondom, Jézus Mária, ez vásárhelyi. Úgy szíven ütött onnan egy olyan 5-6 méterről, hogy nem is tudtam, hogy mi ez. Aztán éppen ott volt a gyűjtő, a Vasilescu, és megkérdeztem tőle, hogy mi is ez, és mondta, hogy hát ez bizony a vásárhelyi. Mondom, ki csinálta? Azt mondja, Víg Tamás. Na, akkor elkezdtem gondolkodni, most mit csináljunk, hogy is tovább, de hát tudtam, hogy egy gyűjtőtől nem kell ilyesmit kérdezni. Végül is Farkas Ádám, a Képzőművészeti Egyetem rektora vezetett el hozzá Tamás bácsi. Első év az úgy volt, hogy nem kapott az első éves, akkor nem kapott menzát. Mert bizonytalan volt, hogy lesz-e abból cserebogár. Volt felvételi például? Volt felvételi, persze. És mit kellett csinálni? Kellett rajzolni aktot, és mintázni kellett fejet. És az szerint vették föl, hogy szavazott-e rá valamelyik tanár. Ha a szakmából mindegyik tanár választott, szavazott rá, akkor a diák választhatott a tanárok közül. Ha csak kettő, akkor csak a kettő közül. Ha csak egy, akkor meg nem volt választani való, de bekerült. Rám mind a hárman voltak akkor tanárok, Páczai, Kisfaludi Stroblu, és mint új tanár Ferenczi Béni. És Páczai nem tudom, hogy új volt-e, de Kisfaludi az nagyon már régi volt. És a Megyesi, akivel nekem szerencsém volt kapcsolatba kerülni, mivel a rokonságban voltam egy barátjával. Ő azt tanácsolta, Megyesi, hogy egyrészt megnézte a munkáimat, amit megmutattam neki, és mondta, hogy érdemes jelentkeznem a főiskolára. De ott a Ferenczi Bénit válasszam mindenképp. Ha ő nem szavaz rám, akkor a Páczait. Ha csak a Stroblit, akkor esetleg nem menjek, csak várjak egy évet. De hát rám szavazatok mind a hárman,
Így aztán a Ferenczi Bénit választottam. Na szóval ez hogy úgy mondjam, ez volt a nagy sorsforduló. Akkor születtem, hogy úgy mondjam. Akkor születtem meg. Akkor valahogy elrendeződött minden, ami addig kavargott is összezavarodva látszott, meg talán összefüggéstelennek is érződött. Úgy tudom én a családi sors, akkor amit foglalkoztam, a tapasztalataim, a világképem, gondolom a háborúba, abba nem lehet beleérni, hogy lehet abba beleérni, abba nem lehet beleérni egy háborúba, abba csak szenvedni lehet. Ferenczi Béni nagyon jó megjelenésű ember volt, biztos erre mondják, hogy csinos ember volt. Akkor volt, mikor megismertem, akkor volt 56 éves, mivel 90-ben született, és ez 46-ban volt. Egy állandó, bizalmas, de nem bizalmaskodó, bizalmas és nagyon megbízható létezése volt, ami azért mindig játékos volt. Tehát azzal, amit beszéltünk, vagy mondtunk, kimondtunk egy igazat, de azt nem mondtuk, nem úgy mondtunk ki, mint a paragrafust. Természet törvényének a paragrafusát, hanem mert a természet törvények, azok mindig törvénynek mondjuk, és ez a szó hasonlít a jogászathoz. Holott a törvény, az mondhatnánk azt is helyette, hogy ez az értelme, ez a megértése a természetnek. Tehát a törvény az megértés. Amit megtanultam, az hogy a modellt azért csináljam, mert érdekes. Érdekes, és hogy annak a formái, ugyan amellett, hogy hasonlítok a modellhez, valami mást is mond. Azt nem tudom mit, szóval nem tudom szóvá alakítani. Ez nem az én dolgom, de lehet, hogy másnak se. És sokszor azt kívánják, hogy akkor igazi valami, ha ezt el tudjuk magyarázni, pont úgy, mintha az nem is, hogy az látvány nélkül is megjelenjen az a fogalom, amit mi mintázunk. Holott ez nem igaz, mert hát a művész a zenét se lehet elmesélni. Ferenczi Béni festett. Mondták, hogy festőrajzolók. De mire gondolunk nála? Képei, meg a festészeti, meg a rajzai értelmezik a szobrait, de a szobraival válik Ferenczi Bénivé. Tehát a szobrokba kulminál, amelyik minden nézetből, gömbnek minden nézetéből pászol minden forma. Tehát egyik forma következik a másikból, harmonikusan, úgy, mint ahogy a természeti formák is ilyenek. A természet ilyen formákat hoz létre. Akár élő formák, akár egy szétszakadó hegy, vagy bármi, vagy kristály, vagy ilyesmi. És ilyen szempontból a természet, az igazi művészet a természet folytatása. Nem utánzása, folytatása, így mondtam. Tudom, hogy mit mondtam. Egy ilyen világban, ahol a szellemnek titkai vannak, aki dolgozik, amit ő maga se ismer, de mégis neki kell működni. Tehát neki kell azt létrehozni. Hát erről szól a mai napig is. Ferenczi, az a manualitás vagy lelket tanítottad? A lelkeddel foglalkozott, vagy a kezeddel? Hogy tudom én ezt elválasztani, mikor a rajzot inspirálta részben a rajzaika, de volt, hogy fogást is megtanított nekem. Talán ezt már máskül is volt módom elmondani, hogy
hogy húzzak árnyékba vonalakat, hogy az árnyékat jelezzem, hogy plasztikusság kiugorjon. Mint a fényképnél egy kis surlófény kidomborítja a formák tagolódását. Akár élő, akár más formákról van. 49-ig ő még tanár volt. Nem tudom, hogy ezt akkor mondta el, vagy később, arra nem emlékszem. Mert azzal, hogy ő nem lett tanár, azzal nem megszűnt, hanem inkább megerősödött a kapcsolatunk. Sokkal inkább. Vásári egy tragikus jelentésű fogalom is, a személye, mert hiszen ennek az izgalmába ő fiatalon belehalt. És végül is a Tisza szabályozást nem ő, hanem olasz mérnököknek a munkájával hajtották végre, valósították meg. De az egész nem, azok se kerültek volna ide, ha Vásárhelyi nem indítja meg, illetve őt nem mozdítja meg Széchenyi. Tehát az egész reformkori szellemi, erkölcsi és társadalmi emberi folyam mozgás az kellett ahhoz, hogy és annak a csúcspontja Vásárhelyi személye. Hát, a mérnök, magyar mérnök. Úgyhogy először azért úgy állítottam ki külföldön, mert hiszen a Vásárhelyi név nem mondott volna ottan semmit, hanem úgy állítottam ki, hogy kiállításon a szobrát, hogy magyar mérnök a reformkorban. Ez egy izzó figura, aki teli van élettel és alkotással, tetvágyal. A szobor nem ábrázolja a Vásárhelyit, hanem jelenti Vásárhelyit. Hát ez az, ami engem is a Vasilescu kiállításon megkapott, hiszen nincsen arca, egy különösen egy kis plasztikának nincsen arca, nem lehetett látni, mégis tudtam, hogy ez Vásárhelyi. Általában a szobrászatban nagy probléma, hogy kínosan ábrázolni valamit esetleg, vagy pedig szabadon a jelentését azt megfogalmazni. Ez ugye egy pici csírából indult el, és hát akkor elkezdtem hozzá társakat, szövetségeseket keresni. Lacit nagyon gyorsan megtaláltam, mert valahogy hasonlóan gondolkodunk arról, hogy a mi szakmánk nem csak földhöz ragadt, hanem ennek vannak spirituálisabban felmutatható elemei. Aztán hát fokozatosan terebélyesedett a dolog, hát ez nehéz. 2 éve csináljuk. Az igazi áttörés az volt, amikor Gyuszi engem megkeresett, nekem nagyon megtetszett maga a mű, és akkor ezt elkezdtünk azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne szerezni egy ilyet. És ez 2003. március 22-én a Vízvilágnapján került
a nyilvánosság számára, megmutatásra Debrecenben. Igen, az első kisplasztikai változat. Az első kisplasztika, és akkor kikölcsönöztük a Nemzeti Galériából a kubikusokat is, és akkor azon ritka alkalmak egyike volt, amikor egyszerre a két mű megjelenhetett a nyilvánosság előtt. És akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy hogyan tovább, mert megvan a kisplasztika. Mi párhuzamosan csináltuk ennek az arborétumnak egy pályázatát, egy fejlesztési elképzeléseit, hogy közjóléti erdővé nyilváníthassa az erdészeti hatóság. És akkor valahogy kipattant az ötlet, nem is tudom, hogy mikor és hogyan. Aztán csináljuk meg, nagyba. Ez a Tisza sugallata, ami ebben a kompozícióban történik. Tisza sugallata. Nekem is, meg a Bálint Jenőnek is. Szóval és remélem, hogy másnak is. Értve mivel elfogadták hosszú, és ennyi időt kibírt ez a gondolat, ezek szerint másnak is ez sugallja. Lacinak volt a gondolata, hogy a lektorátusnál pályázzunk egy kis pénzt, aminek nem csak a pénz volt a lényege, hanem legalább olyan mértékig az is, hogy a lektorátus, mint az országban a köztéri műemlékekért felelős hivatalos szervezet mondja azt, hogy igen, ez valóban egy olyan, ami megérdemli a megvalósítást, hiszen mi nekünk ez fontos volt, mert mi mérnökök vagyunk. Mi nem tudjuk azt, hogy ez ér vagy nem ér valamit, mi csak érezzük, hogy ez jó, meg kell. Meg tetszik. Hát ez... de az, hogy ezt mások számára, akik nem biztos, hogy érzelmileg így állnak hozzá, számukra is hitelesíteni tudjuk, hogy ez jó, nagyon fontos volt a lektorátusnak a pecsétje és a hozzáállása, ami nagyon pozitív volt. Folyt a szociál világ a főiskolán, óriási nyomással. És azt hiszem, tulajdonképpen én sem vonhattam ki ennek a nyomása alól magamat. Megfogalmazni azt nem is tudtam, hogy ki kell levonjam, vagy nem vonjam meg ki. Mert nem azonosítottam azért a szociál művészetet, nem azonosítottam a politikával. Például nem, semmi esetre például nem tudtam azonosítani az, amik itt lezajlottak a Rijkaardnál kapcsolatban, meg mindezek a jelenségek, amik voltak, és hogy a művészet, tehát így kell értelmeznem, és hogy az csak ennyi. Ezt sose értettem meg. Hiába hirdették ki a főiskolán, hogy most ezentúl a tudományos szocializmus nevében a szocialista realizmust a szovjet példák alapján nekünk ezt kell követni. Felfeltűnt egy pár korábban ilyen aktivista művésznek a munkássága. Például, hogy miért volt a Derkovics korábban a kubisztikus? Ezek a gyanús dolgok voltak. Aztán előkerültek régi könyvek, ahol viszont tényeket láttunk. És szóba is került. És voltak, de mint később megtudtam, egyes kollégáim, vagy kolléganőim ismertek akkor is működő modern művészeket, mint például Ország Lili Bálint Endrét.
közeli kapcsolatban volt. Tehát Ország Lili az ugyan belekerült a szociálba, mint főiskolás. De ő tudta, hogy emellett hogy kell a módja függetlennek, szellemnek lenni. Mondhatom én, hogy igen, ám hát én is voltam Ferenczi Béni növendék. Igen, de Ferenczi Béni a főiskolán ott tanár. De csak hogy őt a főiskoláról a változáskor, irányvált 49-ben eltávolították egyik napról a másikra, a révai levelével kísérve. És Réva akkor ő volt a kultuszminiszter, holott ők valamikor barátok voltak. Talán kint Moszkvában is. Több más eset is volt, ahol szembesülnöm kellett a kor és a helyzettel, így mondom. A helyzetnek nevezem azt, hogy végeredményben Zdanovnál voltunk hadifoglyok, Zdanov hadifoglyai voltunk, szellemi hadifoglyai. Egy fiatal bekerül egy főiskolán, művészeti főiskolán, az bizakodik, mert akar valamit. Ez nem a kombor felhőket nézi a láthatáron, esetleg a feje fölött. És amikor már megérkeztek a kombor felhők, az nem jelentette azt, hogy én nem akarok cselekedni, és hogy én most feladom. A feladás az nem következett be. A feladás az talán az öregek dolga, vagy lehetősége igazán. Vagy még nekik se. Én ma öreg vagyok, már kéne tudnom. Már ingadozhatom. Ingadozom is. Ez egy partizán emlékmű, de ez is szimbólum. Tehát nem a partizán van megmintázva, szimbolizálva, hanem egy helyzet. Amikor küzdés esetleg győz az erdei partizán a kívülről támadó fasizmussal szemben, illetve a gonoszsal. Ami rossz és emberellenes,
és társadalom ellenes. A motivum maga fordított az ősi, hogy a ragadozó támad a szarvasra. Ez fordított itt a szarvas támad a ragadozóra. Ez egy pályázatra, partizán szobor pályázatra készítettem a Salgó tárján fölé a 70-es években. Mint hallottam, hogy tulajdonképpen az enyémet tartották a legjobbnak, de a végén másnak adták a megbízást. Utólag megrendelték a vadászházhoz, Karancsberénybe, Karancsberényi erdőbe, és ott megcsináltuk. Ez vörös réz lemezből gyűrtem, és lemez darabokból össze van forrasztva megfelelő módon, formák formához, elemek elemekhez, belső vázzal, jó munkatársokkal. Telt múlt az idő, és a vadászházat eladták, a szoborot a új tulajdonos meg elkerítette magának, talán lehet, hogy a terület tényleg oda beletartozott, de a város akkor mégis úgy döntött, hogy felállítja Salgó tarjánba, és ez meg is történt. Az a cikk, ami a hidrológiai közlönyben jelent meg, amit már telefonon említettem. Jó, és ez ami a mérnök újságban? Gyakorlatilag ugyanaz. De szóval gyakorlatilag. Nem szóló szóra. Nem tudom. Én úgy adtam oda a szerkesztőknek, hogy aztán használd egészséggel. Én pedig szeretnék egy levelet átadni a művész úrnak. Jó múlt korában, pár hónappal ezelőtt találkoztunk a zsűrin, és én azt mondtam, hogy mindent el fogunk követni ahhoz, hogy ne csak álom legyen ez, hanem valóságá váljon. És megtörtént. És ennek az első eleme az, hogy a miniszter úr 10 millió forinttal személyesen hozzájárul ennek igen. Az államnak a megvalósulásához. Ígéretet bírok arra, hogy a másik 10 millió forintot a vízügyi tárc összedobja, és már csak az a maradék 10 millió forint hiányzik, ami a harmadik eleme, azt pedig szponzorok útján és pályázatok útján meg fogjuk teremteni. De az úgyhogy, várható. Úgyhogy ebben az évben be kell. El kell, hogy készüljön ez a mű. Igen. Szóval, hogy teljesen. Hát az öt szobor. Hát ez nagy pillanat. Hát ez az öt szobor.
Ha azt nézzük, hogy Reichi Gyula mérnök úr mikor fedezte föl a szobrot, a kis rokkot. Nem hiszem, hogy ebben ennek különösebb jelentősége lenne, de hát ez már az ott, hogy többször mondtam. Ez a szobor, a tudomány szimbóluma, ez a címe, és mivel a vizek mélységeket méri, ezért általában méri a mélységeket, ezért elvállalta a Tudományos Akadémia annak idején, minden akkori modern tudománynak a szimbóluma legyen. Hogy a hajónak az orrán áll egy ember, és ott méri. Szokták tényleg a mélységet mérni a hajón, ott, ahol sejtik, hogy esetleg sekély a tenger, vagy a hajózó víznek a mélysége, hogy nehogy baleset legyen. De ez ugyanakkor a tudósok is állandóan leeresztenek mindenféle kutató szerkezetet. De ez szimbólum is. Ha egy dolgot nem tudunk szimbólummá tenni, értem is, valamiképpen jelképé emelni, és ez jelképé emelhető. Ezt azzá is teszi mindenki, mikor elfogadja maga számára is. Azt ábrázolja tulajdonképpen, hogy a gyenge és bizonytalan talajon állunk, mikor mérünk, mikor meg akarjuk érteni a mindenség, a világ dolgait. Akár a belsőt, akár a távolit, akár a fizikait, akár a szellemit. És egy kis csónakon állhat az ember, csak ugye látszólag egyensúlyra képtelen mennyiségben. De mégis egyensúlyban van, szellemmel meg lehet tenni. Az az érem, amit a pályázatra csináltam, évekig adták ki az aranyérmeket, mindig kisebbe, ne legyen drága, egész kicsibe. És egyszerűen csak tönkre ment az egész minta, nem volt érem. Újra kellett megcsinálni. Megcsináltam, persze az akadémia meg se köszönte, de azóta is adják minden évbe. A akkori elnök fölmutatta, hogy 22 karátos arany, de azt nem mondta, hogy ki csinálta. Thank you.
főiskolán meg kellett birkózni, mert belekerültünk a szociál diktatúrába, és diplomamunkát kellett csinálni. És ott azt nagyon komolyan vették, első diplomamunkás évfolyam voltunk. És én gondoltam, én pedig nem fogok halandzsázni, megmintázom egy kedves nőismerősömet, meg az öcsémet. A szociál volt, és valamit kellett csináljanak. Hát nem kapáltak, nem verekedtem, mentek kapával. Például a Bolgár Jutka, az a nyíregyházi mérnöknek a lánya, okos, művelt, remek, de olyan régi értelembe vett úri lány volt, és az egy kegyeneset kaszával előre melel lázadó jobbágyot csinált, hogy valakit hasba szúrjon, ment előre. Az volt a diplomamunkája. A szegény, szóval ilyesmi témákat választottak. Volt, aki később beolvasott nekem, hogy én megkerültem a problémákat ezzel, hogy én éneklőket csináltam. Mert ugye énekelni a szociálba is kellett. Ugye, az nem volt meg, nem írtam oda, hogy mit énekelnek. Az most is megvan, később a Somogyi Jóska javaslatára azt fölállították egy iskola előtt Albertfalván. Dolgok, mert ez az első feleségem halála váltotta ki be bennem azt a törekvést, hogy ennek egy kis emlékművet csináljak, amit nagyon nem tudtam valahol felállítani, hát így a szobámba tartom. Csak hatásában igazolható a tartalma, mert a hatása, ha van tényleg, akire van, annak jelentése is lesz. Ezáltal tehát a halál és a veszteség fájdalmának, tehát azt igyekeztem valahogy láthatóvá, kézzelfoghatóvá tenni. Azt jelenti, hogy egységes, valamiképpen egységes. És mindig minden probléma valami egységnek a problémája is. A téma is valami egység, és annak a problémája. Most ezt persze nem filozófikusan, hanem valami motivummal kell átváltozzék. Néha egy motivum adódik a témából, például itt van ez a szobor, ez egy teljesen az emberiség közös, szinte mondhatnánk, az emberiség közös témája a fa, amit életfa, ami tudjuk, hogy a sámanisztikus vallások mire használják, de ez kellett
minden nép használja, hiszen a temetőben most is Lebensbaum van, meg Arbre de la Vie, meg más nyelveken is, azt nem tudom, minden nyelven. Tehát életfa. És ennek a szimbóluma maga a fogalom, hogy kimondjuk, hogy életfa. Miért életfa? Hát látjuk, hogy a levelek azok mai szemmel úgy értjük, a fény felé fordulnak. Úgy, mint a legújabb modern észlelőberendezések, amik a sugarakat észlelik, tehát antennák, és tehát a levelek antennák. Bibó akármilyen egyéniségben, személyiségben, sorsban, foglalkozás, minden távol van, de bizonyos fogok én teljesen megértenem, mert valami hasonlót én is átéltem. Talán lehet, hogy mostan túlzok, mert friss az emlék, hogy talán még életemben semmi sem volt ilyen nagy hatással rám. Nem csak a háború után, hanem a háború előtti életem is valahogy formát és formát nyert. Ez alatt én nem csak a magam életét értem, hanem amiről tudomást szereztem, amit fölfogtam, és mindennek a dolgoknak az értéke rendeződött el. Tehát nekem ez nem pályázat volt, annál sokkal több. Minél inkább belemélyedtem a Bibó István írásaiba, annál inkább. Akármennyit írt, akármilyen változatosan, akármi mindenről, az mindig ugyanaz a szándék vezette, ugyanaz a érezni, hogy volna lehetett egy embert. Nem gondoltam volna, hogy hivatalos, meg törvényfogalmazás, meg mindenféle számomra teljesen ismeretlen fogalmi világnak a kóstolása, ez ennyire szemét jelentsen. Egy ember jelenjen meg benne, és mikor olyan ember, aki tökéletesen meg lehet bízni. Ez az igazi, amit ez a szó jelent minden oldalról, mikor nem azért, mert hogy becsületes, nem azért, mert hogy jó szívű, vagy nem tudom, mert szeret engem, hanem azért, mert teljesen lehet bízni a szavába, és a figyelmeztetésére hallgatni kell. Na most én ezt a figyelmeztetést akartam valamiképpen sugallnom mozdulatával, meg a helyzetét, hogy bizonytalan, tökéletes bizonytalanságban is állandóan figyelmeztet. Mint akár, hogy háborog a tenger, a világító torony, az annál fontosabb. Hát, ilyen volt. Meghívott pályázók pályázatot érvényesnek ismerték el, de nem fogadták el a három megérkezett pályázók közül egyiket sem. Thank you.
csináltam az első aktot, és magamtól kezdtem valami független dolgot csinálni, és egy akt, úgynevezett akt stúdium, ahol natur stúdium volt, ott nem a naturalizmust, hanem egy plasztikára ingerelt. És mikor Ferenczi Béni megjött, és meglátta, amit csinálok, olyat csináltam, amit az, hogy soha, és félig ugye átkarolt és megölelt félkarral. Nem szemből, hanem oldalról. Megkarolt, annyira megörült ennek a jelenségnek. Később tanár lettem, akkor erre visszagondolva értettem, hogy mikor láttam valami nagyon érdekeset egy növendék munkájába, akkor örültem meg én magam is úgy. A tanára elvárták, hogy mindenfélét megtudjanak, de hát amit egyébként könyvből is megtudnának. De nem az a lényeg, hanem hogy a tanár beszél, és hozzá lehet szólni, föl lehet adni, kérni, tehát beszélgetni lehet vele. Tehát a tanárnak ez a legfontosabb tulajdonsága, hogy jelen van. Együtt tud érezni a növendék dolgával, munkájával, és esetleg a növendék együtt érezhet a tanár munkájával, amennyiben ismeri a munkásságát. Esetleg éppen egy-egy munkájának a létrejöttét némelyik. És ez nem is tanulás, hanem tanulság inkább. Tanártól a tanulságok jönnek. Esetleg éppen fordított. Az is tanulság. Az nem igaz, hogy az öreg az mindig tud adni a tanácsot a fiatalnak. A fiatalnak saját magának kell. Azt nem láthatja az öreg azt a helyzetet úgy, ahogy a fiatal a saját helyzetét. És amit ő lát, az érdekes, hogy azt mondja meg, hogy ő hogy látja.